közeledik az egri csillag pincetúra időpontja. Így van, minden csillag másképp ragyog, alcímmel hirdették meg a Szépasszony völgyi programot, melynek időpontja március 12, akkora várják a látogatókat. Erről fogunk beszélgetni, erről a fantasztikus programról fogunk beszélgetni vendégeinkkel, Soltészné Tárnai Évával, a Szépasszony völgyi vendégvárok egyesületének elnökével, illetve Siket Tamás borásszal. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntünk benneteket. Nos, csapjunk bele a lecsóba, hány borászat, hány pincészet, mi alapján válogattátok ki a résztvevő pincészeteket, aztán majd a programokról még beszélünk utána. Jó, hát a tagjaink az nagyon egyszerű, tehát amikor elindítunk egy program szervezését, akkor mindig megkérdezzük, hogy kik szeretnének részt venni benne, és általában aki tud, akinek alkalmas a hétvége, az részt vesz. Most 12 tagunk vesz részt, ez 3 étterem és 9 pincészet, és mindenhol lehet egyrészt kóstolni, az éttermeknél már általában erre az alkalomra készített finomsággal, vagy kedvezménye, valamilyen módon ők is hozzájárulnak az esemény emeléséhez. De jó. Azt jól tudjuk, hogy most is készültök egyfajta játékos feladatokkal, vagy feladványukkal? Igen, ez már hagyományossá vált valahogy, úgy alakult, hogy szeretjük, hogy a vendégek a boron kívül még egy kicsi több élményt is kapjanak tőlünk, és a Gárdonyi emlékévhez csatlakoztatva a programot, egy Gárdonyi Géza titkos naplójának elveszett lapját kell majd megfejteni, egy egészen komoly kód fejtővel, de persze segítséget kapnak a vendégek, de általában nagyon szeretik, nagyon szórakoztató játékok, és mindig ajánlunk nyereményt, tehát hogy ne öncélú legyen a játék, hanem aki részt vesz és megfejti, az még vihet haza egy kis. Mert egy-két kóstoló után már lehet akár öncélú is, nem? Nagyon élvezik, tehát egyébként igen, úgyis tényleg nagyon jó, tehát az emberek, hál' Istennek, még mindig nagyon szeretnek játszani, és szeretik a kihívásokat. De jó. A sikepincészetben mit kóstolhatunk hétvégén? Szinte minden pincében az egri csillag van a terítéken. Természetesen nálunk is egy Superior, 2020-as évjáratú Superior egri csillag lesz. Az most zászlós bor? Mondhatjuk? Én azt gondolom, hogy Egerbe zászlós bornak kell lenni az egri csillagnak, meg az egri bikavérnek, de minden bor legyen jó. Minden bor legyen jó. Természetesen. Na, akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy pincetúra extra. Ez mit ad többet? Egy szót, pár mondatot a pincetúrára, és az extráról majd igen. Tomi, mert az Tomi ötlete volt, és ez már most a második rendezvény, ahol tartjuk. Tehát a pincetúra az egy ilyen nagyon szabad, nagyon nyitott játékos borkóstoló, a mi általunk összeállított borokból, de szabadon jöhetnek, mehetnek, kapnak egy ilyen menetlevelet, akik voltak, már jól ismerik. Fel vannak sorolva a pincék, a borok, és ahogy kedvük van, egész nap 11-től este 8-ig lehet borozgatni, és pecsétet gyűjteni, meg a szavakat kódfejteni. És ennél a pincetúra extra egy sokkal kötöttebb, és kicsit azoknak ajánlott program, akik jobban elmélyülnek. És ezt Tomi ötlete volt, ő találta ki, és a legutóbbinál is nagyon sikeres volt, és már most is nagyon sok a regisztráció, úgyhogy mesélj róla te. Igen, nekem ez volt az elképzelésem, amikor legelőször ezt kieszeltük, bár volt egy kis vita, vagy nem vita köztünk, talán félelem volt köztünk, hogy fog-e ez működni, meg lehet-e azt csinálni, hogy egymás után felfűzni a pincéket szépen sorba, mert ugye óriási kihívás az, hogy a borok is sorrendben, kóstolási sorrendben legyenek rakva, és hogy lehet egy ekkora tömeget mozgatni. Ez nagyon jól sikerült az október 23-ai bikavéres, ahol a bikavér volt a főszereplő. Most pedig ugye nyilván a csillag, és hát nagyon örülök neki, hogy 9-en jelentkeztek erre a túrára, 9 pincészet, és 2 túra lesz 15 órától és 17 órától, ahol szépen sorba egymás után a 9 pincészetnek a csillagát. Ez a 9 pince, 9 tétel, 9 előadás így nevet van. Viseli, ugye? Itt az előadás az a borokról fog szólni alapvetően, arról, amit kóstolnak? Jellemzően pár mondatot a pincének a emblematikus személye, aki fogadja éppen a vendégeket, pár szót fog szólni nyilván a pincészetről, de hát itt a fókuszba a csillagot kell helyeznünk, és a csillagról kell lehető legtöbb információt a kedves vendégekkel megismertetni. És egyébként ilyenkor tavasszal mennyire népszerű a csillag fogyasztása? Mik a tapasztalatok? A vendég az mindig azt issza, amit mi ajánlunk. Tehát azt fogyassza.
nálunk elengedhetetlen az, hogy egy borkóstolóba, egy borsorba, amikor vendégeknek egy 6-7-es borkóstolót tartunk, hogy abban a csillag és a bikavérben ne legyen. Tehát kötelező nekik megkóstolni, még akkor is, hogyha nem akarják megkóstolni, mert hogy nekünk ez kell Egerbe, mi mást kóstolnának, hanem egri csillagot és egri bikavért. De azt gondolom, hogy egyébként is, ahogy jön a meleg, egyre jobban térnek át az emberek a fehér borokra, könnyebb fehér borokra. Nyilván ebben sorban lesz azért nem könnyű is, de azt hiszem, hogy 4 olyan tétel van, ami már egy ilyen vastagabb műfaj. Egyébként ugye az egri csillag az egy viszonylag új bor, ugye Egerben, mondhatjuk, a bikavérhez képest mondjuk, ugye? Ez most szándékában arról szól, hogy ezt a brendet is egy kicsit erősíteni kell, a csillagot, magát mondjuk a bikavérhez képest? Igen, ugye az ötlet az 2008-ban született, és 2010-től van egri csillagunk, és maga az ötlet az azért jött, vagy onnan született, hogy van egy ilyen fantasztikus tradíciónk, mint az egri bikavér, ami nagyon jól működik. Miért ne tudnánk megcsinálni ugyanezt Egerbe fehérből is, hiszen azért ne felejtsük el, hogy egy nagyon északi borvidék, tehát viszonylag északi borvidék, ahol szerintem egyforma súllyal készítünk nagyon jó fehér és kiváló vörös borokat is. Uh-huh. És akkor így gyakorlatilag a Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesülete hol tart most azon az úton, amit elkezdtetek, Éva, vagy amire kitaláltátok ezt a történetet? Hát ugye én 4 vagy 5 éve lesz, hogy csatlakoztam, pont Tomitól vettem át egyébként a stafétát. A saját időszakomról tudok beszélni, szerintem amit mi kitűztünk akkor és összetudtunk cél, abban nagyon jó. Nyilván a feladat folytonos és nagyjából azt gondolom, hogy inkább anyagi kérdések, tehát a programszervezés, a márkaépítés, a magunk, mint közösség formálása, az azt gondolom nagyon jó tanulat. Nyilván az, hogy a völgybe el lehetne költeni jó pár milliárdot úgy, hogy tényleg egy olyan szintű hely legyen, ami Európában is híres, vagy amit egyébként szerintem érdemel, mert a völgy szerintem egy csoda az egész, tehát az, hogy 200 darab tufába vált pince, meg a zöld, az egész millió és a rengeteg jó bor, tehát hogy amin csak úgy tudunk dolgozni, mint lobby erről, reméljük, hogy majd lesz egy olyan műsor pár év múlva, amikor itt ülünk, és mondjuk, hogy na milyen volt az új megnyitója a Szépasszonyvölgynek. Amit tudunk, azt gondolom, erőnk szerint azt megtesszük. És, igen, bocsánat. Bocsánat, a pandémia után egyébként nagyjából helyre rázódott a piac, vagy a látogatottság szempontjából? Most ezt így sajnos az elmúlt hetek eseményének árnyékában, hát... Nem. Nyilván nem, tehát hogy főleg szerintem a völgyben erős vonal, ez a vonal, igen, az orosz-ukrán turizmus, ami most azt gondolom, hogy nem lesz jó pár évig, mint ahogy a pandémia, meg hát szerintem egyébként a hangulat, tehát hogy én ettől megmondom, szerintem magamban egy kicsit tartok is, hogy ugye az embereknek egyáltalán ezen a nyáron lesz a kedvük. Uh-huh, mert ugye az elengedhetetlen. Mert a tavaly előtt nekem az volt az élmény, hogy örültek, hogy kiszabadultak. Ki lehetett szabadulni, hogy nyáron mindig volt egy ilyen. De most, tehát senki nem tudja, hogy mi lesz egy hét múlva, egy hónap múlva. És nem akarom ilyen nagyon elkomolyra fordítani, de bennem van. Talán másfél éve beszélgettünk itt valami hasonló rendezvény kapcsán, és akkor fogalmazódott meg, hogy most már a pincészetek, vagy az ott lévő borászatok is elfogadták azt, hogy ilyen közös rendezvények van. Talán beszélgettünk arról, hogy egy kicsit nehéz megmozdítani ott a pincészeteket. Hát, ezt igen, tehát hogy elfogadták, egyébként szeretik, de például mondjuk pont a Tomi, amikor összeállította ezt a sort, ez úgy néz ki, hogy le kell kóstolni, tehát ez nem ilyen ad hoc véletlen, hanem végkóstolja, sorba rakja, akkor az úgy néz ki, hogy ő körbe megy, elkéri mindenkitől az egy üveget, hazaviszi, megkóstolja, visszaviszi, tehát hogy azért nagy nagy szervezés kell hozzá, de nagyon örülök, hogy idén például két új taggal bővültünk, amire, uh-huh, ami nekem nagyon nagy öröm, egyrészt a Napföldborászat lépett be hozzánk, akik egy új borászat, már amiatt is érdemes túrázni, hogy érdemes megnézni, mert tényleg egy nagyon szép, nagyon magas színvonal helyet hoztak létre, illetve Demeter Csabit is reméljük, hogy már most a sorainkban üdvözöljük, és a következő rendezvényen már ő is ott lesz. Ő is ott lesz. Úgyhogy bővülünk. Hát akkor kedves nézőink, március 12-én irány a völgy, hány órától? 11 órától, hogy még a későn ébredők is odaérjenek kezdésre, és aztán estig jobbnál jobb programokkal és borokkal mulassák az időt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük szépen.